a hibákat igazából, mind magunkban, mind az autóval kapcsolatosan, hogy még mit kell még alakítani rajta. Az autónak sok hibája nincs igazából. Meg kell találni azt az optimumot, amit utána meg kell tanulni kezelni jól. Az első körben saját beállítási elképzelésünk szerint mentünk, a második körben igazából a gumiválasztásunk nem volt jó. Ott amiatt keveredtünk így hátrányba, a harmadik körnél meg gyakorlatilag kipróbáltunk egy újabb roncsot, mert akkor tényleg majd tesztjelleggel követtük el ezt az egészet. Eredményes, de hasznos volt ez a történet, és mindenféleképpen egy tesztként kell felfogni ezt a versenyt, ha bár éres verseny volt, és minden verseny verseny. Attól függetlenül ez az autó nagyon jó menni, nagyon élvezetes vele menni, meg kell tanulni használni, és ez nagyon érdekes, hogy gyakorlatilag 2-3 év megrögzött mozdulatait kell magamból kipusztítani, és teljesen állítani saját magamat, mert ezt az autót ezt teljesen másképp kell vezetni.